Hol van a Melka? Már alig várom. Miért tart ilyen sokáig a McDonald's? Nagyon közel van. Ott van a sor! Mindenki újdonságot akar venni. Mikor jön vissza? Már itthon vagyok. Megvetted? Igen. Mutasd gyorsan. Hűha! Ez az Grimace Shake, a legendás TikTok italunk. A videón egész máshogy néz ki. Amálka, biztos, hogy jó italt vettél? Hát persze, ez csak egy másfajta pohár, de az ital ugyanaz. Rendben, akkor. Alig várom, hogy kipróbáljam. Először én. Várj! Nem félsz meginni? Mitől kellene félni? Ez csak egy turmix. Nem követed a TikTokot? Ettől a koktéltől eldobják az emberek az agyukat. Ez nem igaz. És Grimace Shake is jön néhányoknak. Nincs Grimace Shake. Ez csak egy áfonyás turmix. De a videó a TikTokon... Ó, azok olyan király videók. Miért szereted őket? Hát akkor én is kipróbálom. Én is. És én is. Várj, és csináljunk egy TikTokot is. Persze. Várjatok itt, és hozom a telefont. Jó napot mindenkinek, Amelka Karamelka vagyok, és ma megpróbáljuk a Grimace Shake-et. Jú! Azt mondják rá, hogy veszélyes, és hogy elborítja az ember agyát. De mi ezt nem hisszük el, és bebizonyítjuk nektek, hogy ez csak egy turmix. Mindenki készen áll? Igen! Túl édes. Nem szeretem. Ez csak egy turmix, semmi különös. Szerintem undorító, túl sok a cukor. Nem úgy néz ki, mintha tej lenne benne. Látod? Nem történt semmi szörnyűség. Ez csak egy koktél. Igen, igazad van, csak egy koktél. Csak egy koktél. Mi történt? Miért fekszem itt? Hoppá! Az egész Grimace Shake miatt van, nem iszom többé ezt a cuccot. Várj, itt valami nem stimmel. Ez nem igazi shake, ez hamisítvány. Most már világos, miért volt olyan rossz az íze. Olyan sötét van a házban, fel kell kapcsolnom a villanyt. Nem úgy tűnik, hogy van ki, furcsa. Rémálom! Tele vagyok ezzel a koktéllal. A telefonom. Remélem a Grimace Shake nem tette tönkre. Működik. Egyébként felvettem egy videót, talán segít megérteni, mi történt. Tehát... Most megnézem. Grimace Shake-re van szükségem. Add vissza, add vissza, ez az enyém. Az enyém. Add vissza. Grimace Shake, még több Grimace Shake. Add vissza. Az enyém. Az enyém. Az enyém. Még több Grimace Shake. Ó, ez Márta papucsa. Márta? Nincs itt senki. Valaki segítsen! Van ott valaki? Amelka, te vagy az! Nyisd ki az ajtót! Nem akarsz megtámadni? Miért tennék ilyet? Tudod, a Grimace-től az emberek megőrülnek. Teljesen jól vagyok, teljesen jól vagyok. Oké, kinyitom az ajtót. Fú, köszönöm, Amelka, olyan ijesztő volt. Márta, mit csináltál ott? Nem tudom, csak arra emlékszem, hogy Grimace Shake-et ittam. Ez az ital csak bajt okoz, láttad a többieket? Nem, de hallottam, hogy valaki elment az ajtó előtt. Leo vagy Ginny? Nem, valaki mást. Nagy. És furcsa. Talán az apám? Nem, valami furcsa nyelven beszélt. Csak képzelted, valószínűleg az ital miatt. Talán igazad van. Menjünk, meg kell találnunk a többieket, tessék, megtaláltam a papucsot, vedd fel. Semmi baj. Leo, várj, hova mész? Mi baja? Nem tudom, menjünk, nézzük meg. Hé,
Van itt valaki? Ne gyere közelebb! Mi történt? Miért bujkálsz? Nem nézhettek rám! Miért? Mi történt? Megígéritek, hogy nem nevettek? Nem fogunk, őszintén. Király frizura! Igen, Leo, mostantól te vagy a legdivatosabb. Sajnálom, nem akartunk megbántani. Ez a grimasség miatt történt. Valószínűleg allergiás reakció. Hogy fogunk most iskolába járni? Mindenki rajtam fog nevetni. Ne aggódj, segítünk megszabadulni ettől a frizurától. Igen, van egy festék eltávolítóm. És segítek levágni a hajad. Tényleg? Igen, de előbb meg kell találnunk Ginit. Használd a telefont. Ginny mindig bekapcsolja a geolokációt. És honnan tudod? Lenyomoztad őt? Nem, csak véletlenül vettem észre. Nem jó, ha követed a lányokat. Leónak igaza van, Ginny most is a nappaliban van. Remélem, jól van. Gyerünk, menjünk. Ginny! Ginny! Hol vagy? Nem látom őt. A telefonja itt van valahol. Ott van! Hé, Ginny, ébredj fel! Ginny! Csak még 5 perc. Ginny, kelj fel! Mi történt? Miért álltam a padlón? A grimasség elvette az eszedet. Mint nekünk is. Te egy turmix, hogy lehetséges ez? Ez nem egy turmix volt. Tessék, nézd meg! Egy ujjal letörölték. Hú, szóval átvertek minket, és valami vacakot kaptunk. Nem csoda, hogy olyan furcsán viselkedtünk. Azonnal gyanút fogtam, hogy valami baj van ezzel a pohárral. Hát persze, a grimasség másképp nézett ki a TikTokon. Szép frizura, Leo! Ez nem vicces, ez allergia. Meg kell mostunk az arcunkat és lemosni ezt a mocskot. És rendet kell tenni a házban. És megjavítani a villanyt. Igen, tényleg elszúrtuk. Hé, megígérted, hogy segítesz a hajammal. Segítünk neked, várj egy percet. Így már sokkal jobb. Foglalt. Mondtam, hogy foglalt. Várj pár percet. Haló? Amálka, hol vagy? Marta mindent előkészített. Most levágom Leo haját. Szükségünk van egy festékeltávolítóra. Oké, mindjárt megyek. Mondtam, hogy foglalt. Amálka, kivel beszélsz? Ginny kopogtat. Ginny? Az nem lehet. Itt van velünk. Nos, igen, én is így hittem. Komolyan, nézd meg magad. Ha mindenki ott van, akkor most ki van az ajtó előtt? Jézusom, ki van ott? Srácok, van itt valaki? Nem lehet, egyedül vagyunk a házban. Menjetek el, különben megkapjátok. Amálka, mi vagyunk? Nincs itt senki! Nyisd ki az ajtót! Láttad, ki volt az? Nem, amikor jöttünk, üres volt. Úgy döntöttél, hogy megtréfálsz minket? Nem, valaki kopogott az ajtón, tényleg. Biztos hallucinálsz attól az italtól. Persze, ez az ital annyira undorító. Nos, talán igazatok van. Elegem van. Most már nem fogok ezzel a kendővel a fejemen járkálni. Oké, most levágjuk a hajadat. Amálka, van nálad hajápoló? Igen, van. Egy pillanat. Készen állsz? Igen. Szeretnék minél hamarabb megszabadulni ettől a hajtól. Először is lefújom, hogy eltávolítsam a festéket. Nem működik. Még mindig lila vagyok. Várj, ez időbe telik. Megint várni. Oké. Lemosom a festéket és elkezdem a hajvágást. Hogy tetszik? Szuper! Mint a régi frizurám. És a színe is ugyanaz.
Szerintem a lila haj menő. Igen, nekem is tetszik. Te is festheted magad, és én nem akarom. Amelka, te mit gondolsz? Amelka, hallasz minket? Mi? Igen, én is szeretem a lila hajat. Olyan, mintha nem lennél velünk. Mi történt? Semmi baj. Arra a lényre gondol, aki kopogott az ajtaján. Honnan tudtad? Jól ismerlek. Ne aggódj, Amelka, csak képzelek. Rendben. Szóval meg kell javítanunk az áramellátást, és vissza kell állítanunk a fényt. Hívok egy villanyszerelőt, aki gyorsan megjavítja. Rendben, Amelka és én takarítani fogunk. Igen, a ház tele van grimességekkel. Ez az izé van az egész házban, és nem úgy néz ki, mint egy turmix. És akkor mi van? Nem is tudom, úgy néz ki, mint egy szörny nyálka. Talán ez kopogtatott az ajtón. Amelka, ne beszélj hülyeségeket! Megérkezett a villanyszerelő. Kinyitom. Hé, van itt valaki? Amelka, mit csinálsz? Ott! Villanyszerelő, engedd be a házba! Nem, egy szörny! Miféle szörnyeteg? Nagy, szőrös és lila! Ja, mint a grimasség? Igen. Persze, hogy elhittem. Lépj hátra, kinyitom. Ne te, Ginny! Ne! Itt nincsenek szörnyek, ne találgass! Biztos elment. Tessék, érd utól, mielőtt elmegy. Egy szörnyeteg? Villanyszerelő, különben mindannyian fény nélkül maradunk. Oké, Amelka, meg tudod csinálni. Sajnálom, hogy megijedtem, villanyszerelő úr. Azt hittem, maga egy szörnyeteg. Ne! Ez a mi villanyszerelőnk! Mintha ő is grimasséget ivott volna, szólnom kell a többieknek. Srácok! Vissza kell mennem a bizonyítékokért. Na lányok, készen álltok? Igen. Háromra. Egy, két, há! Grimasség! Megtaláltam! Villanyszerelő, mikor javítsa meg a lámpáinkat? Soha! Miért nem? Mi ez? A villanyszerelőnk. Mi történt vele? Túl sokat ivott az italból. Hű, ez azt jelenti, hogy szerencsések vagyunk. Biztosan nagyon szerette azt az italt. Ez azt jelenti, hogy továbbra is fény nélkül maradunk. Hallottátok ezt? Mi az? Nem hallottam semmit. Úgy tűnik, van valaki a földszinten. Amelka, megint hallucinálsz. Nem, én is hallottam. Valaki alattunk járkál. Az nem lehet, nincs a házban rajtunk kívül senki. Menjünk, nézzük meg. Nem, én félek. Még ha van is ott valaki, sokan vagyunk, és ő egyedül van. Így van, Leónak igaza van, sokan vagyunk, de ő egyedül van. Gyerjünk! Olyan, mintha itt főztek volna valamit. Érzitek a szagát? Olyan szaga van, mint egy grimasségnek. Miféle mocsok ez? Nem tejből, fagylaltból és áfonyából készül a koktél? Ez egy hamisítvány! Mi egy ilyen koktélt ittunk? Valaki az összeset hamisra cserélte.
De ki tette? Ki készítette az italokat nálunk? Ez egy szörnyeteg, én láttam. Amelka, nincs semmilyen szörnyeteg. És mi van az italokkal? A grimas csak kitaláció. És ha nem, talán létezik. Leo, mit tudsz erről a szörnyetegről? Szerintem csak azt, hogy grimasség turmixot szer az emberektől. És miért? Fogalmam sincs. Azt mondod, koktélokat iszik. Ó, van egy ötletem. Mire készülsz? Készítünk egy normális grimasséket, normális hozzávalókból. Ha a szörny létezik, akkor álljon értünk. És akkor tudni fogjuk, hogy valódi-e vagy sem. Biztos, hogy létezik. Hamarosan kiderül. Fagylalt, tej és bogyók. Amelka. Azt hiszem, több tejre van szükségünk. Amelka. Több bogyó kell. Amelka. Ne most, Leo. Amelka. Még egy kis fagylaltot. Amelka. Mondtam, hogy ne most. Most mindent össze kell kevernem. Mi a baj? Miért nem működik? Amelka! Mit akarsz? Nincs fény a házban! Ezért nem működik! Leo, miért nem szóltál azonnal? Próbáltam, de nem hallgattál rám! Amelka, van egy elemes keverőnk! De... olyan kicsi... 100 évig fogom keverni! Semmi baj, egy koktélre elég lesz! Grimasség 100%-ig igazi. Csali, már csak a vendégünkre kell várnunk. Hé, mit csinálsz? Ki akarom próbálni. Ez nem neked való. Csak egy kortyot innék belőle. Mondtam, hogy ne nyúj hozzá. Jó, jó, nem fogom. Már 30 perce itt ülünk. Addig ülünk, ameddig kell. Ki akarok menni a mosdóba? Légy türelmes, a szörny hamarosan megjelenik. Honnan tudod? Érzem. Csendet, jön! Hol? Hajtsd le a fejed! Olyan nagy és bolyhos. Tudjátok, nem tűnik ijesztőnek. Ja, talán aranyos és puha, mint egy macska. Szeretném megölelni. Leo, láttad? Várj, hol van Leo? Azta, ez az igazi grimasz! Ez lesz a TikTok trendekben. Azt hiszem, bajban vagyok. Visszavonom a szavaim. Nem aranyos, hanem nagyon ijesztő. Ez hátborzongató. Láttátok a fogait? Leo, egy bolond. Most meg kell mentenünk. Mit gondolt egyáltalán? A TikTok népszerűségét akarta. Meg is kapta. Utól kell érnünk, mielőtt túl késő lenne. Nem akarom meginni. Allergiás vagyok a grimasségre. Jó, jó, megiszom. Fúj, ez undorító. Ez nem egy grimasség, hanem egy hamisítvány. Leót fogva tartja ez a szörnyeteg. A neve grimasz.
Ki kell szabadítanunk Leót? Van ötleted hogyan? Ez a szörnyeteg egy méterre sem mozdul tőle. Az sem fog működni, hogy eltereljük a figyelmét. Talán álcázhatjuk magunkat valahogy. Így van, Grimasz imádja a lilát. Nekünk is lilává kéne változnunk. Gyerünk, menjünk! Nem tudom meginni Grimaszt. Nem! Készen állok. Szerencsém volt a parókával. Óvatosan. Biztos, hogy minden rendben lesz? Biztos, hogy minden rendben lesz? Persze. Én nem. Na, hogy nézünk ki? Mint a törpök, csak lilában. De most Grimace nem fog hozzánk érni, talán. Ezt csak egyféleképpen lehet ellenőrizni. Grimace-shake. Keverjük a Grimace-shake-et. Hűha, átmosta a Leo agyát. Meg kell mentenünk, mielőtt túl késő lesz. Remélem, az álcánk működni fog. Hello, Grimace! Mi vagyunk? Igen, mi vagyunk az asszisztensek, és azért jöttünk ide, hogy nos... hogy megrázzuk Grimace-t, és igen, biztosan. Mit mond? Nem tudom, egy szót sem értek belőle. Azt akarja, hogy készítsünk neki egy italt. Nem tudom, hogy kell ezt csinálni. Én sem. Én készítek egy italt, és elterelem a szörny figyelmét, te pedig kiszabadítod Leót. Oké. Okay. Szóval, kezdjük a tejjel. Igen, értem. Jobb lesz, ha veszek. Mosóport. Szóval a következő összetevő a bogyó. A mérgező bogyókra gondoltam. Értem. A szörnyek ízlése nem ugyanaz, mint az embereké. Leo, jól vagy? Grimace-shake. Kever Grimace-shake-et. Az agyát átmosták egy Grimace-shake-el. Aztán mennyit ihatott? Leo, el kell tűnnünk innen. Grimace-shake. Egyáltalán nem hal minket. Menjünk inkább, találjuk ki, hogy térítsük észhez. Grimace-shake. Kever Grimace-shake-et. Kész a sék, tessék! Mi kell még? Lila virág a sékhez. Most megpróbálom megtalálni. Leo, hallasz minket? Grimasz! Ébresztő! Grimasz nincs itt! Megpróbáljuk a hipnózist. Próbáljuk! 3-ig számolok, és már nem szolgálod Grimaszt. 1, 2, 3. Grimace-shake, Grimace-shake. Ez haszontalan volt, egyáltalán nem hal minket. Ha Amelka itt lenne, biztos kitalálna valamit. Remélem, Grimasz nem fogja Amelkát koktélokkal itatni. Ja, nem akarom, hogy olyan nagy mosott legyen, mint ő. Grimace-shake, Grimace-shake. Amelka, épp rólad beszéltünk.
Grim az téged is megsétett? Nem, még beszélni is tudtam vele. És mégis hogyan? Egy szót sem értettem. A nyelve nem olyan bonyolult. És mondta, hogy kaphatnánk vissza Leót? Egy igazi Grimösséget kell neki adnunk. Azunk nincs. Meg tudom csinálni, várjatok! Grimösség, Grimösség! Szóval mi az első? Tej? Ugye? Szóval jégkrém. Oké. Így a bogyók is. Keverő. Hiszem ennyi. Öntsd egy pohárba. Krém. És szórd meg bogyókkal. Kész a bogyós gyümölcsökkel ízesített turmix. Kész is van. Tessék, idd meg. Micsoda? Hol vagyok? Hipnotizált egy szörnyetek. Hipnotizált? Hogyan? Hát TikTok videót próbáltál készíteni, és a szörny elkapott téged, és grimasséket adott neked. Így van, most már emlékszek. Amúgy, Amálka, mit keres Grimasz a házunkban? Egy különleges hozzávalót keres a Turmixhoz, valamilyen különleges lila virágot. A mi kertünkben nem terem, és a boltban sem árulják. Egy lila virág? Van egy ötletem. Tessék. Várj, Leó! Hova mész? Ha nem találunk lila virágot, akkor csinálunk egyet. Ez egy ötlet. Ez a Grimasz nyála mindenhol ott van. És lila színű. Nézzük meg! Úgy tűnik, a terved nem jött be. A Grimasz nyálka túl mérgező. Van egy ötletem. Grimasség, most komolyan? Próbáljuk ki, mi van, ha működik. Működött! Amálka, te egy zseni vagy! Honnan tudtad, hogy működni fog? Nem tudtam, csak kipróbáltam. Most már Grimasz elhagyja a házunkat. Hé, Grimasz! Úgy tűnik, tetszett neki. Igen, úgy tűnik. Most már békén hagyja a házunkat. És a mi grimasségünk is. Hé, hey, Grimasz, csináltak egy utolsó képet? Megvan, nem csinált többet. Szia, bolyhos! Gyere el megint! Jobban teszed, ha nem. Soha többé nem iszom Grimasz turmixot. De igen, de csak azt, amit Amálka csinál. Igen, Amálka italai biztonságosabbak. Srácok, ha tetszett a videónk, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Írjátok meg kommentben, ha szeretnétek még több videót Grimasszal látni. Sziasztok! Sziasztok!